kedvesünk, mely a fáma, és több a tája, többöjön. Ünnepi találkozót rendeztek a Vörös Marti Társaság Kossuth utcai dísztermében. A társaság tagjai 60. születésnapján köszöntötték alkotótársukat, a jelenkor honi költő nemzedékének egyik legkiválóbb tagját, László Zsoltot. László Zsoltnak is természetesen vannak az életében nehézségek, problémák, gondok, keserűségek, és ő végig alkotta az életét, úgyhogy soha én tőle egy panaszszót nem hallottam, hanem írja, ilyen körülmények között írja a szebbnél szebb tartalmas verseket, verseit, olyanokat, amivel én azt mondom, hogy a kortárs magyar költészet egyik legkiválóbbja. László Zsolt első műve 1999-ben jelent meg Vándor Füzér címmel. A költő azóta további 8 kötetet jegyez, az utóbbi időben prózai írásokkal is jelentkezett. Az idei évben Távlatok című versével ő nyerte el a Vörös Marti Társaság Vajda János díját. Az ünnep még csak ezután jön. Nyilván megállok időnként gondolkodni, mert muszáj. Tehát azért az ember az évek múltával közhelyesnek tűnik, de valóban komolyodik. Én nálam a komolyság inkább egyfajta bölcsességet jelent a folyamatos újragondolással és bizonyos dolgoknak a felülértékelésével. Ez én szerintem, amit eddig tettem, abból fakadó kötelezettség is. A bensőséges hangulatú találkozó megerősítette, fontos, hogy a jelent köszöntve a jövő érdekében megálljunk egy pillanatra, és fejet hajtsunk egy-egy ilyen ünnepen, megtisztelve az arra érdemest.